A békésiek ellen sem sikerült a pontszerzés, így most már matematikai esély sincs a bennmaradásra. Pénteken este a kékmezes 5. helyzet Békés volt a keskeméti kézilabdások ellenfele. A Keskemét a becsületéért, a Békés pedig a fontos két bajnoki pontért szállt harcba. Okosan kezdtek Tóth Norbert tanítványi, nem sietették, inkább lassították a játékot, altatták ellenfelüket. A 7. percben 7-7 állt a táblán, aminek a vendégszurkolók cseppet sem örültek. Ezt követően ritmus váltottak Padla József tanítványa, és hiába védett parádésan Sárközi, elléptek 4, majd 5 góllal. 10-15-ről következett az újabb 30 perc. Már 7 gólos vetettek, amikor 2-ös emberelőnybe kerültünk, dobtunk 2, de kaptunk is 2, tehát így sem tudtunk felzárkozni. Sárkorit időközben Szikora váltotta a kapuban. 19-27-nél a békésiek kértek időt. A második játékrész 12-16-tal zárult, azaz 22-31-el a Békés megszerezte az oly fontos két bajnoki pontot. Nekünk is vannak hiányzóink, így partnerek voltunk abban, hogy ne kapkodjunk a mérkőzésen, hiszen látszott, hogy mindkét csapat, amikor a sebességén felül próbál játszani, akkor jönnek azok a technikai hibák, amikből ugye könnyebben megbosszulja az ellenfél. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó mérkőzést játszottunk, hál' Istennek sikerült győzelemmel zárnunk, elvittük magabiztosan a két pontot, a fiataloknak is tudtunk lehetőséget adni, úgyhogy ez egy jó mérkőzés volt. Kívánok további sok sikert a Kecskemétnek, meg magunknak is. Nekünk a csapatnak a kitűzött cél az, hogy az élbolyhoz közel maradjunk, ez az 5. helyel bezárólag azt gondolom, hogy egy reális cél. Én úgy vélem, hogyha azokat a mérkőzéseket, amik hátra vannak, jó a sorsolásunk, meg tudjuk csinálni, akkor ezt el fogjuk tudni érni. Ehhez volt egy fontos lépcsőfok az itteni siker is. Nekünk is talán egyel több hazai mérkőzésünk van még, azok nyilván azokat próbáljuk súlypontozni, és az utolsó fordulóban pedig még a budai farkasokkal majd játszunk egy nagy csatát. Nem a békésen múlott. Ezt mondtam a fiúknak a szünetbe is, illetve most már csak ezt a kis motivációt próbálom nekik folyamatosan mondani, hogy lássam az örömöt, élvezzék, ha lőnek gólt, örüljön a másik sikerének. Nehéz így mérkőzéseket nyerni, szerencsessel lesz melletted, hogyha nem akarod. Nem értem a miértjét neki, hogy miért nem lehet tényleg élvezni, és már erre az 5-6 mérkőzésre igazából egy ilyen felszabadultam. Tudjuk a helyzetünket, hogy mi van velünk nyilván, de igazából ez a legnagyobb problémánk, hogy eljön egy ilyen enervált Békés, aki nyilván egy jobb csapat, le akarta tudni ezt a mérkőzést, és mi nem tudunk rajtuk fogást találni. Pedig az elején jól védett a Sárközi Zsolti is a kapuba, ott volt még, vezettünk is az első 10 pár percbe, de aztán jött az a pár meggondolatlan butaság, amit igazából az ő kapusuk is bele tudott érni egy-egy olyan átlövésbe, ami nem biztos, hogy el kellett volna mindet lőni. Mondom, én ebből látom a hiányát, most már az 5 mérkőzés nem tudok mást mondani, mint hogy tényleg ezt a, ha lehet így mondani, örömként próbálják felfogni, hogy még játszhatnak NB1-vel. Nem is tudom, hogy csalódott, mérges vagy mi vagyok az, hogy hagyják ezt a kecskeméti csapatot kiesni az NB1-ből, hiszen az a utánpótlás és az a képzés, ami itt van, és hogy be lehetne építeni a fiatalokat, mint ahogy most is vannak, az elkeserítő szerintem. Nyilván meg kell tanulnunk ezt a kudarcot, építkezni belőle, az, hogy mi lesz a jövőben, az egy jó kérdés. Sajnos ez a matematikán igen, már nem tudunk segíteni. Jövő héten Mezőkövesd, ami mindig is egy óriási nehéz mérkőzés volt bárki számára ott azzal a szurkoló táborral, amit itt nagyon ritkán adatott meg sajnos, úgyhogy ez egy nehéz mérkőzés lesz. De azt mondom, hogy nem olyan csapatok jönnek, akik verhetetlenek. Én abba bízom csak, hogy itt a pár, azt hiszem még van 2 talán biztos, vagy 3 hazai mérkőzésünk, amiből a jó Isten ismerni kell, és legalább egy győzelemmel meg tudjuk örvendeztetni a kilátó szurkolókat. Ebben bízom, erre próbálunk valamilyen szinten felkészülni. Úgyhogy megpróbáljuk ezt a pár meccset még becsülettel végigjátszani. A tavaszi szezonban pont nélkül áll a Kecskemét, hátterüket ismerve, az is nagy dolog, hogy végigjátsszák a bajnokságot.